Tartottak már sajtótájékoztatót a Maklár és Füzesabony közötti útnál, a parkolóháznál, a kórháznál. Mindegyik beruházást értelmetlennek tartja a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja. Bodnár Pál képviselőjelölt úgy fogalmazott, van egy út, amely nem vezet sehova, egy parkolóház, ami üresen áll, a kórházban pedig nem kezdődött el a felújítás. Az Agria vállalkozói parkkal az a problémájuk, hogy szintén üres, nem szolgálja a kis és középvállalkozásokat. Ez a vállalkozói park, ami itt megépült Felnémet után, ez gyakorlatilag nem működik. Üres, ez nem a kis és középvállalkozóknak a segítése, hanem felesleges pénzkidobás. Az Agria vállalkozói park kialakítása 446 millióba került. A képviselő jelölt úgy számol, az üresen álló ipari park hitelének kamatai és a fenntartás költségei elérhetik évente a 20 millió forintot. Valódi munkahelyeket kellene teremteni, megállítani a fiatalok külföldre vándorlását, mondják. A jelenlegi helyzet ellen tiltakoznak a szocdemek.